five I lose. If I fall in love with you, I'm gonna wind up with the blues. Halálos játék. I'm betting 8-5 I lose. Magyar hangok. Lesznek Tibor, Simon Mari, Bor Zoltán, Juhász Jácint, Orosz István, Beregi Péter, Csere Ági, Faragó József, Imre István, Détár Enikő, Szalai Imre. Magyar szöveg Trejber Gabriella, hangmérnök Rozgonyi Gábor, gyártásvezető Örs Erzsébet, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Channel One BT videó stúdiójában készült. Forgalmazza a Videó 2000 Kft. Ain't nothing new. I go to draw to an inside street, and it's 1, 2, 3, 4. Are you mother jazz? 8-5 I lose. I'm betting 8-5 I lose if I fall in love with Zene, Louis Febré. Holding true, then the odds are 8-5 I lose. 8. Fényképezte Richard Pepin. I lose. Írta Joseph Mary és Robert Taper. Maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk. Oké, csak egy rövid szünetet tartunk. Rendezte Richard Menschkin. Nagyszerű voltál, ó, úgy fogsz hiányozni. De jó, hogy itt vagy. Gratulálok. Hát szóval... Nem látlak többé titeket. Ugyan már? Már csak 3 hónap van karácsonyig. Talán apát és anyát is elhozzuk, mint a régi időben. Te! Aztán vigyázz a húgomra. Ne félj, jó kezekben van. Miért pont Kolorádóba? A jó levegő, hó, fák. Nincs szerencsejáték. Igen, így igaz. Nincs szerencsejáték. Hé, jobb, ha nem is gondolsz rá. Pedig ez igazán az utolsó lehetőségem. Adj légy szíves egy szállat. Gyere, haza kell mennünk csomagolni, gyerünk. Pedig egy helyen még meg kell állnunk. Tartozom valakinek egy rongyal. Nem megyek úgy el a városból, hogy nem rendezem az ügyeimet. Kinek? Ritónak. Hé, hey, Rico! Azt hittem, lelépsz a városból a pénzen. Véletlenül sem. Tudod mit? Felkínálok egy lehetőséget. Dupla vagy semmi. Kire tippelsz? Hé! Hey. Mit gondolsz? Ha? Ez az utolsó fogadásom, az utolsó, na... Rendben, tegyél egy ezrest óra. Óra? Viccelsz? Semmi esélye. Ha elkapja Fletchert, összenyomja, mint egy csótányt. Add ide azt az 5000-et. Adj 5 rongyot. Nem, ennyi az összes pénz. 3 perc és 15-öt csinálok belőle, add már. 3 perc múlva kölcsön kell kérnünk, ha egy kávét akarok inni. A válaszom nem. Ne hülyéskedj. Családi perpatvar? $5000 Fletchre. Hadd lássam a pénzt. Hey, Fletch! Ennek a fickónak műanyag állkapcsa van. Van $1000 minden egyes rúgásra, ami az állát éri. Kapd el is Verzét a képét, érted? $1000.
Jaj, de kíváncsi vagyok, ki fog győzni. Evelyn! Gator! Get in! Get in! Get in! Nyerned kellett volna ma este. Egészségünkre. Most, hogy van 15 ezerünk, mehetünk végre? Csak 13-2, Fletcher. Pont rosszkor mész el a városból, Angelo. Mostanában nagy dolgok jönnek. Vegasban mindig nagy dolgok történnek. Igaz. Tulajdonképpen teljesen mindegy. Úgy sem lenne esélyed. Velem kéne bunyóznod. Semmi gond. Persze. De mégsem akarsz velem a ringben találkozni. Hé, hol a pénzem? Mit szólnál 2-1 ellenem? Azt semmit látom. Figyelj ide. Nem is kell, hogy legyőzz. Ha 10 percig állva maradsz, nyertél. És mennyiért? Angelo, nem! Te mondd meg! Add ide a pénzt! Ne szólj bele! Add ide a pénzt! Fofa be! Akkor mehet? Mennyi? 20 rongy. Van annyi pénzed? Ne aggódj, van! Remélem is, vagy kénytelen leszel Izabellát is nekem adni. Menjünk a ringbe, Rico. Ez a mondja az én estém. Rico, ne mossa az biztos. Valamikor jó erőben volt, de most nem hiszem, hogy sikerülne. Miért csinálod ezt? Nyerni fogok. Megőrültél? Már 4 pesgőt megittál ma este, hónapok óta nem edzettél. El akarsz menni innen? Ha? Akkor menjük el stílusosan. 60 rongyal a zsebünkben. Honnan lesz nekünk 60 rongyunk? 20 rongy 2-1. Oh, mi lesz, ha vesztesz? Nem vesztetek. Nézd, már nézd. Nem tudunk úgy elmenni innen, hogy egy darabban vagy. Egy újon sem fogok számítani. Gyere, gyere, gyere! Ez az!
Már nálad van az összes pénzünk. Akkor téged kaplak meg. Téged is föltette a játszmára. Velem fogadott. Ha? Elnézést. Na, mit gondoltok? Nem rossz. Ez a zene, igaz? Nem rossz, tényleg. Angie. Hát te mit csinálsz itt? Beszélhetnék veled? Ennyi, fiúk, oké. Oké, akkor holnap. Holnap. Na, mi a baj? Atyaisten, mi ez? Mi történt veled? Velekedtem Rikóval. Atyám. És ez nem minden, Izabella is elhagyott. Van még valami újság? Nincs. De most komoly a dolog. Nagy baromságot csináltam. És most mi lesz? Nem tudom, mit tegyek. Csak azt tudom, hogy nem velem ment el. Hát keresd meg, és kész. És mit mondjak neki? Csak is az igazat. Az igazság az, hogy volt 15 rongyom, és elvesztettem. 15 rongy? Nézd, tudod, milyen forró fejű. Fogta magát, és elment Dorishoz, oké? Okay? Igen. Talán igazad van. Hey. Kösz, Frank. És most? Mégis hová mész? Van nálad egy kis pénz? Mennyi kell? Egy rongy. Egy rongy, tessék. Hé, gyorsan visszafizetem. Ne aggódj emiatt. Pókerezel. Mi? Biztosra megyek. Mi itt a biztos? A sárkány szó. Menj. Nem haragszol, ha betársul? A te házad. Egy úriember először kérdez? Angelo, mit csinálsz itt? Izabellával akarok beszélni. Nincs itt. Hogyan, Doris, tudom, hogy itt van. Beszélnem kell vele. Angelo, már ágyban voltam és aludtam. Hol van? Nem tudom. Tudnod kell, több órát beszéltek telefonon naponta, az is a szerelmére. Rikónál van. Elment avval a disznóval? A te hibádból. Az enyémből? Igen, a tiédből. Ki ez? Egy ismerős. Hol van Bill? Elutazott San Franciscóba pár napra. Úgy tűnik ez meg Bill hibája, igaz? Félreérted a helyzetet, Angelo. Akkor mi ez? Nézd, ez csak így alakult. Ne, igen, persze. Nem fogod elmondani Billnek, ugye? Angelo! Angelo!
Igazán köszönöm, hogy elvittél fölvenni a cuccaimat. Szívesen. Tudod, már régebben ott kellett volna hagynod ezt az idiótát. Azt hiszem, hogy sikerül elvinnem őt ebből a városból. Nem fog megváltozni a személyisége valakinek, csak mert új helyre költözik. Ez igaz lehet. Izabella, el kell mondanom, hogy szerintem te vagy a leggyönyörűbb nő, aki valaha a földön élt. Szerinted ez vicces? Talán egy kis túlzás. Túl sok? Igen, egy kissé. Pedig igaz. Köszönöm. Mennem kell. Ne, maradj. Nem, köszönöm, van hol aludnom. Van vendégszobám, ott is aludhatsz. Igazán? Persze. Oké. Okay. Jó. Hello, Christmas. Hello, Angelo. Mi történt veled? Rossz napom. Igyekezz. Te vagy a bankos? Nincs hitel. Miért van nekem ilyen rossz hírem erre felé, ha? Miért gondolod, hogy nincs pénz? Kiolvastam a szemedből. Kedves vagy, drága. És melyikre tippelsz? A piros ruhás mozgóra. Jó, akkor ezt feltezem a másik. Csinálni! Gyere, tovább!
Mi lenne, ha én bunyóznék? Egyikük se tudna legyőzni. Akkor kiállok kettő ellen. De te három a kettőhöz fizetsz nekem. Ha én gyerek kerek, öt rongyot viszek haza. Te aztán különös fickó vagy. Miért nem fogod a pénzed és mész? Hm? Ugye, ha már kettő az egyenlen, jó esélyed van. Áll a fogadás. Megyek, átöltözöm. Charlie vagyok. Angelo, engedj be. Ki az? Angelo, nyisd már ki. Charlie vagyok. Hat óra van.
Egész nap hívtalak, de mindig foglalt volt a vonal. Már értem. Van valamit számomra? Hát persze, hogy van. És mi az? 5 rongy. De olyanra tedd, ahol nyersz. Tudod, mennyi az idő? Persze, persze, már mondtad, 6 óra van. Igen, a meccs meg 7-kor kezdődik. Már csak egy órád van a fogadásra. A francba. Tűnj el innen. Telefonálnom kell. Mi történt múlt éjjel? Semmi. Azt hallottam, Rico kivert belőled egy csomó pénzt, és még Izabellát is megszerezte. Mit beszélsz? Ezt hallottam. Igen? Rosszul hallottad. Igazán? Igen. Igazán. Akkor hol van? Kicsit összevesztünk, és Dorisnál aludt. És Rico megvert? Igen. Gondoltam. Na, vagy meg mit akarsz mondani? Azt, hogy ő jobb bunyós. Csak szerencsés volt. Mennyi pénzt vesztettél? 15 rongyot. Szeretnél még valamit tudni? Kérdezd már a tron! Hé, nézd! Ha ez így felizgat, nem szólok egy szót sem. Angelo, igyekezz és intézd a telefonokat. Holnap találkozunk. Tudod, mennyi az idő? Hát mi ez? Valami baj van az órákkal ma? Kell a pénzem, vagy vigyem máshová? Mi ez az érzékenység? Ülj le egy perc, és beszélgessünk. Johnny, számold meg. Hé? Ez a tiéd. Hé. Bocsánat, de nagy legküsködj a saját pénzeddel, jó? Mi a probléma? Csak egy 10-est adtam neki. Az túl sok. Egy 20-asért rá is ugorhatsz bármelyikre. Ezt kedvelem benned. A nagy vonalúságodat. 5000-rel kevesebb. Ez 5000-rel kevesebb. De megvan a pénz. 15 rongyban akarsz fogadni a Lakersre? Veszteni fogsz? Hé, nyerni fogok. Érzem a csontjaimban. Nem tudom, Angie. Tedd meg nekem, görög. Ez most nagyon kell. Ha vesztesz, jobb, ha azonnal jössz a pénzzel. Persze, hogy jövök. A nyereményemért. Hé. Mi történt a múlt éjjel? Győztem. Győztél? Igen, győztem. Azt hallottam, vesztettél. Téved. A hangulat a tetőfokára hárult a közönség soraiban. Mindkét csapat remek formában van. A bostoniak az utolsó 2 meccsükön, a Los Angelesiek az utolsó 3-an jutottak túl veretlenül. Magic Johnson 65 pontot dobott az utolsó 2 mérkőzésen. Úgy tűnik, izgalmas mérkőzésen. Megkapcsolják ki a készülékeket. Lloyd Williams vagyok, életet átudott a mai esti. És ebben a pillanatban a bírósítja a mérkőzés kezdetén jelzi. A bostoniak szerezték meg a labdát. Kiegyenlítettem a mérkőzés. Eddig mindkét csapat ugyanannyi pontot dobott. Magic Johnson nem hazudtolja meg önmagát, és eddig a mezőny legjobbja.
sem marad le a pontgyártása. És már meg is indultak az ellenfél palánkja felé. Egy újabb felállással kísérletezhet meg. Hát ha ezzel el tud majd húzni a csapat, de remekül védekezik a szem. A két csapat igazán mindent megtesz a nézők szórakoztatására. Még ha az ő elsődleges céljuk nem is ez, hanem a győzelem. De látjuk a második negyedet. A lékem a támadásban remekül feltárt!
látom, már csak két másodperc a mérkőzés végéig. Eldobja a labdát, és bement! A három pontos bent van a kosárban. Az eredmény 88-86 a Celtic javára. Az utolsó másodpercben úszott el a Lakers győzelme. Híj ember! Összetöröd a rádiómat! Mi? Azt hittem, hogy nekünk adod. De elég, ha az órát kifizeted. Pénzt akarsz? He? Tartozom egy tagnak 5 rongyal. A legjobb barátomnak 1000-essel. Tegnap este elvesztettem 15 000-et és a barátnőmet. És te pénzt akarsz, he? Kapd be! És mégis mit gondol ki maga? Csak nem gondolja, hogy itt tarthat már, megbocsásson! Hé, mi folyik itt? Remélem, nem akarsz itt tartani akaratom ellenére. Itt tartani? Nem fogoly vagy, hanem a vendégem. Valóban. De ez a tökfilkó mégsem hagy elmenni. Ez csak félreértés. 2 napja vagyok itt, de mindenki úgy néz rám, mintha egy régi bútor lennék. Egy szép művészeti alkotás közelebb áll a valósághoz. Hová mész? A fodrászomhoz. Mi a francod bámul? Tessék. Mi ez? Egy kis zseppénz, hogy jól érezd magad. Nem, köszönöm. Ugyan már? Nem, igazán. Köszönöm. Oké. Hazaérsz vacsorára. Vidd őt, ahová csak menni akarnék. Hello. Isabellát keresem. Nincs itthon. Itt Carlos beszél. Ma 11:30-ra van bejelentve nálam, de egy kicsit elszámítottam magam. Megmondaná neki, hogy ha lehet, délre jöjjön. Jó, megmondom neki. Ki az? Hol a pénzem, kölyök? Közben jött valami. Szükségem van pár napra. Szóval kellene pár nap. És miért nem kérdeztél meg engem? Vagy csak akkor keresel meg, ha pénzt kapsz tőlem? Most megkérdezlek. Add ide a pénzt. Már mondtam, nincs nálam. Csak pár nap kellene. Ez minden. Ha más valakiről lenne szó, már rég lelövettem volna. De téged... Téged kedvellek. Igen. Kapsz még egy lehetőséget. Johnnynak éppen nincs segítsége. A társa telefonált, hogy megbetegedett. Te ki segítheted? Ne hülyéskedj, görög. Azt hittem, barátok vagyunk. Így van. Pontosan. De ez kizárólag üzlet. Ne akart, hogy meggondoljam magam. Oké, segíteni fogok. Helyes. Bájos kis óra. Szép ajándék tőled. Igaz? Gyerünk dolgozni. Meg kell ugranom valahová. Rendben, én is megyek.
Beszélnem kell veled. Megengedi egy percre? Figyelj! Ne kezd el, Angelo! Ha annyi tisztentesem lenne, ahányszor mi kibékültünk, már milliómos lenni. Hát tudod, mi a baj vele? Nem, de biztos vagyok benne, nem azért jöttem, hogy rábeséljelek. Gyere vissza hozzá! Jó, mert úgysem mennék vissza hozzád. Miért nem használod az eszed? Tudod, hogy nem azért jöttem, hogy fölszedjelek egy estét. Akkor miért jöttél, hogy lásd, Carlos? Ide figyelni egy percre, amíg beszélek. Nem, nem fogok csak figyelni. Csak fogd már be a szád egy pillanatra, fogd már, pofa be! Pofa be! Gyere. Gyere. Nem érdekel, ha Ricóval maradsz. De igenis érdekel. Maradj távol tőle. Csak ezt tudom mondani, lehet, hogy nem tetszik. Igazán? Nézd, 3 éve ismerlek már. És belátom, sok mindent ígértem, és hazudtam neked. De most őszintén mondom, ha vele maradsz, bajba kerülhetsz. Én nem ezt akarom hallani. Miről beszélsz? Nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Egy hét. Egy hét, és elmegyek ebből a városból, de örökre. Ha kaptam volna egy tisztentest... Minden alkalommal, amikor ezt mondtad, már milliómos lennék, tudom. De most komolyan mondom. Beülünk a kocsiba, és elmegyünk. Ahová csak akarsz. Seattle, Frisco, Colorado, ahová te akarsz. Szeretnék hinni neked. Hidd nekem csak még egyszer. Hagyjuk ezt. Nem bírnál sokáig játék nélkül. Kedvelem Ricót. Jó hozzám. Szóval jobb, ha békén hagy. Légy boldog vele. Problémád van az asszonya? Nem, semmi különös. Hová megyünk? Északra. Északra? Tudnád pontosítani egy kicsit? Szóval te a szerencsejátékból élsz? Éljen, nem rossz pár. És te? Te is játszol? Nem. Te is játszol? Nem. Akkor hogy szórakozol? Mi vagy, te riporter? Szállj be a kocsiba, és megmutatom, hogy szórakozom. Nagyszerűen nézel ki. Ó, kösz. Meglepetésem van a számodra. Mi az? Ha megmondanám, mi az, nem lenne meglepetés. Nyisd ki. Uram Isten, ez gyönyörű. Hadd tegyem föl. De menj arra! Úgy 30 másodperc múlva kint lesz az űrge.
kösz a segítséget. Mi tartott ilyen sokáig? Gyerünk a kocsihoz, és tűnjünk innen. Ez még szinte él. Kérdezhetek valamit? Van feleséged, vagy gyereked? Nem vagy az a típus, aki vasárnap templomba jár. De úgy értem, hogy szórakozol. Szeretem bántani az embereket. Szeretem, hogy szenvednek. Most neked fogok harcolni. Hé, hey Joe! Lök ide két sör! Megvan a pénzem, seggfej! Itt van a lehetőség, hogy megkeresd a pénzedet. Hadd lássam, mit tudsz. Tessék itt a...
Kösz a segítséget. Jézusom, tedd rendbe magad, mielőtt leégedsz valaki előtt. Nézd, tudom, hogy nem szeretsz még, de az idő segít majd. El kell mennem még néhány holmimért. Add ide a listát, majd én elintézem. De én szeretném elhozni a saját cuccaimat. Én akarok vezetni, ha vásárolni megyek. Étterembe akarok menni egyedül. Köszönöm. Rendben. Menj. Igazán elengedsz? Tessék, vidd az autómat. Egyedül? A tökvilkok nélkül? Egyedül. Viszlát. Hová mész? Zuhanyozni. Hát nem mész el? Nem, nem most. Csak tudni akartam, hogy lehet-e. Ez minden. Hello. Mondták, hogy itt vagyok. Ezt ne aggódj miatt, csak féltékenyé akar tenni, fel fog hívni. Akkor remek munkát végez. Rendben vagy? Nem, nem vagyok rendben. Tartozom neked, a görögnek, a házi úrnak, mindenkinek tartozom. Miattam ne aggódj. Mondtam, amikor odaadtam a pénzt, ami engem illeti, már el is felejtettem. Te mindig rendes vagy velem, Frank. Ez egy befektetés. Befektetés? Hamarosan nagy pénzt fogsz nyerni. Tudod miért? Mert nagyot gondolsz. Emlékszel, mikor először játszottunk? Besétáltunk egy forró játékba. Neked is és nekem is $100 volt. Az éjszaka végén neked 30 rongyod volt, nekem $120. Igen. És most meg egy fittingem sincs. Na, erre mit mondasz? Hogy 15 év múlva én még mindig ott fogok énekelni. Nézd, láttam egyszer, amint $135,000 nyertél egy éjszaka. Ez több pénz, mint amit sok ember egész életében megkeres. Mennyit akarsz még, Encs? 1 millió dollárt. 1 milliót. Igen. Amikor betettem a lábam ebbe a városba, megfogadtam, hogy csak akkor megyek el, ha milliómos leszek. Tudod mit? Te nem mész el innen soha. Hiába lesz 1 milliót, 2 milliót, vagy akár 10 milliót, és tudod miért? Mert imádod a légkörét. Pedig elmegyek. Méghozzá hamar. Mi az, hogy hamar? Hadd mondjak valamit. Tudod, mit fogsz végül elérni, hogy Izabellát is elveszt? Pár perce még azt hittem, hogy segíteni akarsz. Persze, hogy akarok. Tudod, hogy szeret téged. Ne roncsd ezt el. Miről beszélsz? Ő hagyott el. Hát menj utána. Vidd el őt ebből a városból. Építsnek egy házat, csináljatok gyerekeket, vagy valami ilyesmi. De azt hiszi, hogy egy szemét vagyok. Talán igaza van. Thank you.
Mit akarsz, Angelo? Ne haragudj. Izabellával kell beszélni. De nincs itt. Gyere be. Kérsz egy kávét? Tudsz valamit róla? Igen. Még mindig Rikóval van? Igen. Ha felhív, mondd meg neki, hogy beszélnem kell vele. Persze. Kösz mindenért. Jó barát vagy. Én sajnálom. Tudod, én kedvelem őt. Kedveled őt? Szeretem őt. Ez sem elég. Nem akartam őt megbántani. Vissza akarom őt kapni. Angelo, miért menne vissza hozzád? Nézd magadra. Rosszabbul nézel ki, mint valaha. Részeg vagy, és beszámíthatatlan. Smile now on fine day. I'm in the road on the right.
if you don't know where even is, well, how can you know if you are doing well? Before you disappear when I count to ten, I'll be your honey, you can be my hero. Till then I'll be counting on you to tell me when I'm heading down the road on the right side of zero. Well, there's a break-even point I know, just where it is so hard to tell. But if you don't know where even is, well, how can you know if you're doing well? Hol a ketchup-kölyök? Hogy tudtatok bejönni? Kopogtam az ajtón, de nem feleltél. Szóval bejöttem. Még egy ilyen is megöllek. Jobb, ha tisztázzuk a dolgokat, kölyök. Amíg nem adod meg a pénzem, a tulajdonom vagy. Az enyém a szabadságod, a magánéleted. Még a nőd is, ha Rico még nem gondoskodott volna róla. Te rohadt! Na gyere csak! Hadd lássam, milyen bátor vagy. Na, még egy lépést, kölyök. Csak nyugodtan. Igen, gondoltam. Te is csak egy izmos testű tökfej vagy. Szeretsz a ringbe szállni és játszani a nézőknek az erős fiút. De nekem te nem vagy ellenfél. Nálam van a pénze, Johnny. Csak látni akartam, ahogy futsz. Nagyon vicces vagy. Gyerünk csak, lőj!
Hello, Frank. Hogy vagy? Hello, Hedy. Jól vagy, és te? Egészen jól. Odaadnád ezt a borítékot Izabellának? Csak nem elmész. De. És hová? Atlantic Citybe. Gyere, ígyunk valamit. Nem. Indulnom kell. Komolyan. Hová mész? Szerzek valami házat Coloradóban. Mondd meg neki, hogy várni fogom. Persze. Jó. Vigyázz magadra. Oké. Viszlát, Frank. Angelo, épp rád gondoltam. Most akartam elmenni hozzád. Engem nem kell keresned. Itt vagyok. Tartozom 5 rongyal. Megkapod, amint meg lesz. Kedvellek téged, Angie. Igazán mondom. Jó pofa gyerek vagy, és ezt szeretem. Ülj le. Nem lehet. Miért? Hová sietsz? Elmegyek innen. Végleg. Nem, amíg nem adtad meg a pénzemet. Már mondtam. Megkapod, amint meg lesz. Hé! Tegyük fel, hogy tudok egy jó megoldást. Kifizeted a tartozásodat, és még nyersz is 100 rongyot. Hadd halljam. Rico tornát rendez a klubjában. Igen, figyelek. 50 meccs. 10 rongya belépő. A győztes 500 000 kaszíroz. Én befizetem a bunyódat. Ha nyersz, kapsz 100 rongyot. Ez pofon egyszerű. És ha nem? Mindenképp nyerned kell. Krisztin, egy kávét üresen. Rico azt hiszi, nem veszített. Ha nyer, övé a pénz. Ha kikap, 3 fegyveres testőrét küldi a győztes után. Nos, ha te elintézed Ricót, nekem sem okoz gondot pár tökfej. Jól hangzik. Meg tudod verni? Gondolom. Hé, kölyök, neked biztosra kell menned. Mondok neked valamit. Ha helyedben lennék, és valaki elcsábítaná a barátnőmet, biztos, hogy kitépném a szívét. Fele-fele. Fele-fele? Ha legyőzöm Ricót, 250-et kérek. A válaszom nem. Ciao. Angelo. És mi lesz Izabellával? Ha kapok 250-et, kitépem azt a rohadt szívét. Így már jobban hangzik, kölyök. Viszlát. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim az arénában. Michael Warren vagyok, a helyi sportrádió riportere. Én leszek a mai este házigazdája. A nyereményről annyit, hogy a győztes 500 000 dollárról sétálhat ki a teremből. A gyorsaság, technika és erőlét fogja eldönteni, ki lesz a legjobb a ma esti Super Kickbox parádén. Ehhez hasonló rendezvényt még nem szervezett senki sehol. Az itt lévő nézők így egy igazi sportcsemege szemtanúi lehetnek.
50 jobbnál jobb versenyző nevezett be a küzdelem sorozatra, és mindannyian győzni jött ide. Nem is csoda, hiszen már csak a nevezés kerek 10 000 dollárba került fejenként. Sem lett volna. Ez igaz ellenyűgöző volt. Hölgyeim és uraim, Kevin Conroy közeledik a ring felé. Ez a versenyző arról híres, hogy általában nem csak verekszik, hanem meg is sérti ellenfelét. Legutóbbi partnerének térdét zúzta szét. Versenyzőtársai nem szívesen szállnak vele ringbe. Lássuk, vajon most mi történik. Rico is ringbe lép. Ő az igazi kickbox nagymestere. Közben Angelo is újra a ringbe. Eddig természetesen veretlenül. Nézzük, hogy folytatja az eddigi nagyszerű szereplését. Hogy érzed magad, Angie? Ha ezt a fickót legyőzöm, jobban. Akkor gyerünk. Újabb győzelem Conroy javára. Szereplése igazán biztató szurkolói számára. Grazzi úgy küzd, mintha az életéről lenne szó. És Conroy bekerült az elődöntőbe. Rico újabb győzelmével a döntő egyik résztvevője. Csak óvatosan, hölgyeim és uraim! Az est egyre forróbbá kezd válni. Látjuk is miért. Az elődöntőben Angelo és Conroy mérik össze erejüket. És aki itt győz, igen, az kerül a döntőbe, ahol Ricóval kell megmérkőznie. Azért a bizonyos félmillió dollár. Come on!
De rendben. Én az embereit elintézem. A te dolgod, Rico. Thank you.
pofa be! Oké, fiúk és lányok! Mindent tegyetek le a földre! Az összes pénzt és ékszereket! Mozgás, mozgás, gyere! Ne is gondolj ilyesmire. Ez nagyszerű. Mi az? El! El innen! Hát csak játszottunk. Igen? Igen, gyufába. Csak gyufába játszottunk. Persze.